Rábaközi diák találkozom Mihályban. Kalmár Márta pedagógus elmondta, 9 iskola vett részt a bemutatón, ahol a tanulók saját településeik hagyományaival ismertették meg a diák találkozó résztvevőit. Mihály ebben az évben ünnepli fennállásának 820 éves évfordulóját, és ebből az apropóból fogant a gondolat, hogy szervezzünk a Rába közdiákjainak egy találkozót Mihályban. Nem első alkalommal ad otthon településünk egy diák rendezvénynek. Több alkalommal is már összehívtuk a Rába közdiákjait, tartottunk már tájnyelvi vetélkedőt, író-olvasó találkozót és több kulturális rendezvényt is, amin a Rába köziskoláinak a diákjai vehettek részt. Elsősorban a felső tagozatos diákokra fókuszálunk. A mai nap szintén a Rába közi hagyományok szellemében telik el. 9 iskola részvételével szerveztük a programjainkat. A megnyitó beszédek után dr. Lanczendorfer Zsuzsanna fog néprajzi előadást tartani diákjainknak, majd ezt követi a meghívott települések diákjainak bemutatkozása, melynek keretében bemutatják településüket, iskolájukat, a településükön élő népszokásokat, néphagyományokat. Majd utána megtekintjük a Mihályi 820 éves című kiállítást, melyet településünk állított össze a Mihályi Értéktár dokumentumai fényképei alapján a település elmúlt 820 évéről. Majd ezt követi egy közös ebéd a helyi vendéglőben, délután pedig az 1956-os forradalom mártírjairól emlékezünk meg az emlékműnél. A mai napra honnan érkeztek diákok? Hát ha névsorban szeretném őket felsorolni, akkor Bágyokszovátról, Beledről, Csornáról, Kapuvárról, Szilból és Mihályból. Csitei Gábor polgármester elmondta, Mihály idén ünnepli fennállásának 820. évfordulóját. A kétnapos rendezvény jó alkalmat adott arra, hogy bemutassák Mihály és a Rába közértékeit. Hát igen, a településünk idén ünnepli fennállásának 820 éves évfordulóját, és október 19-20-án egy komplet ünnepséget szerveztünk. 19-én péntek egy Rába közi diák találkozó zajlik a településen, és szombaton 20-án lesz a nagy települési rendezvény, amely keretében dr. Kis Jenő professzor úr, községünk díszpolgára el fogja mondani falunk történetet egy órás előadásban, és a helyi dalkör, valamint a helyi táncosok fognak egy bemutatót tartani. Emellett pedig a Kultúrházunkban egy fotókiállítás Mihály Annó címmel készült, ahol a régi épületeket, az egykor itt élt embereket láthatják a ide látogatók. Hát a település gyakorlatilag folyamatosan fejlődött. Ugye tudni kell, hogy a településen találta egy kastély, ami legutoljára a Dőriek birtokában volt, hogy az jelentősen befolyásolta a település életét. Jelenleg egy elés középréteg él a településen, és hát folyamatosan fejlődik a településünk. Büszkén mondhatjuk el, hogy a lakosság számunk is folyamatosan bővül az utóbbi időben. Azt gondolom, hogy Kapuvár és Beled között Mihály az a település, ami központi szerepet tölt be, hiszen egy olyan település vagyunk, ahol minden adott van, iskolánk, óvodánk, orvosunk, házi orvosunk, tehát a fejlődés az folyamatos, és azt gondolom, hogy az elmúlt 820 évben ez így történt, hiszen az itt élő emberek mindig tenni akartak azért, hogy településük jobb legyen. Milyen tervek vannak a faluban? Hát jelenleg épp az orvosi rendelőnek a felújítása zajlik, amit jövő héten fogunk átadni, illetve a temetőjárdájának az újrabetonozása történik, tehát tervek vannak bőven, és természetesen emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a helyi közművelődés, kulturális élet aktív legyen a településen, így gyakorlatilag minden hónapban 2-3 rendezvény van a településünkön. Civil szervezetek milyen részt vesznek ki a falu életében? Több civil szervezetünk is van, van a sportegyesületünk, az öreg fiúk csapata, a helyi dalkör, a helyi népfőiskola, a táncosaink, tehát nagyon sok civil szervezetünk van. Rendezvényeinken rendszeresen részt vesznek, illetve vannak olyan rendezvények, amit ők szerveznek, ilyen például az adventi hétvégék, ahol a civilek megmutatják önmagukat, és ők szervezik a programokat. Gecsei Edit pedagógus elmondta, a találkozó lehetőséget biztosított a Rába köz értékeinek megismertetésére. Az utódok felelőssége az ősöktől kapott értékeknek a megőrzése. Ezek az értékek az elmúlt évszázadok folyamán sokat változtak, alakultak a magyar történelem folyamán. Azelőtt az értékek továbbadása, a hagyományok őrzése, ápolása mindig egy kisebb közösség, a családnak a feladata volt. Ma igen-igen nagy szerep hárult az iskolára, az oktatásra, a nevelésre és a szabadidős tevékenységekre.
Pontosan azért, hogy a gyerekek körében kialakítsunk egy értékszemléletet, egy érték óvó, egy érték megőrző szemléletet, és az értékek továbbvitelének a szándékát, és tisztelettel való ápolását. Ezért lesz a mai ünnep ennyire fontos. Én el fogom mondani a gyerekeknek, hogy figyeljék meg, hogy mit tett ez a kis pici falu, hogy 1180 óta, mióta az oklevelekben szerepel első bejegyzésként, meg tudta őrizni a központ jellegét. Hiszen amikor legelőször az oklevelek megemlítik, mint prédiumot, az egy kisebb mezőgazdasági központ volt, 1198-ban. Mihály onnantól kezdve létezett, hogy 1223-ban Csák Miklós, Pozsonyvár megye alispánya engedélyt kért II. András királytól, hogy a prédium helyére falut építhessen. Ezóta működik Mihály. És érdemes itt a kiállításon megfigyelni, ha végigtekintünk, hogy az évtizedek és lassan a századok során hogyan fejlődött ez a falu, hogy megőrizze az identitását és a szellemi kisugárzását. Egy mezőgazdasági központból hogyan tudott, és hogyan ma is a Rába köz meghatározó szellemi központja lenni. Ebben nagyon nagy szerepe van a falu szülöttjének, dr. Kis Jenő akadémikus professzor úrnak, aki elkészítette a Mihályi tájszótárt, hiszen a nyelvi gazdagság az egy térségnek, egy kis közösségnek a legfontosabb identitás megőrzője. Én nagyon örülök neki, hogy 2 évvel ezelőtt ez a falu, Csitei Gábor polgármester úr és igazgató asszony a Márti kollégámmal együtt, Kalmár Márti kollégámmal együtt, aki magyar tanár, felkarolták a tájnyelvi vetélkedőt, és itt került sor 2 évvel ezelőtt ennek a megrendezésre. Ezek mind-mind olyan fontos mérföldkövek egy település, egy térség szellemi életébe, amelyek értékjelzőként, útjelzőként vannak a gyerekek között. Ez a mai alkalom ragyogó alkalom arra, hogy a gyerekek megismerjék egymást. Megismerjék egymás iskoláját, megismerjék, hogy az iskolában hogyan őrzik ezeket a hagyományokat, ezeket az értékeket. És én azért érzem ezt rendkívül fontosnak, mert egymás életében, ahogy bepillantást nyerhetünk, lehet, hogy barátságok is szövődnek. Lehet, hogy olyan együttműködések fognak kialakulni, amelyek 5-10 év múlva lesznek kamatozhatóak, és ezek a gyerekek akkor együttesen tudnak majd valamit tenni a Rába közért, a Rába közi értékeknek a megőrzéséért. A Rába Köziskoláinak közel 80 delegáltja képviseli ma itt intézményét. Én szívből kívánom, hogy a mai nap is járuljon hozzá a gyerekek önértékelésének a megerősítéséhez, hogy a külső válságok, a külső hatások okozta válságokkal szemben is ismerjék fel a Rába Köz értékeit, kincseit. Ismerkedjenek meg az iskolai közösségekkel, és tudják majd értékelni a szülőföld szépségét és épített örökségét. Kívánom továbbá, hogy a mai nap járuljon hozzá az együttműködések kialakításához, hogy képesek legyenek majd csapatmunkában együtt dolgozni a Rába közért. És szeretném hinni, hogy a mai nap egy szellemi feltöltődést fog jelenteni gyereknek, pedagógusnak egyaránt, élményekkel fognak gazdagodni, és zárszóként azt kívánom, hogy ezekből a mai nap forrásaimból, szellemi élményanyagokból sokáig tudjanak táplálkozni, építkezni önmagukat és azt a közösséget, ahol élnek. Én ezen gondolatok szellemében szeretném megnyitni az első Rába közi iskolák találkozóját, amely meg bízom, hogy egy újabb hagyományteremtő lesz a Rába közben. Kreták Luca népdalcsokorral köszöntötte a tanulókat és a csapatokat kísérő pedagógusokat. Róza, róza, lábda, róza.
neveltek a kedvemre, azt is azért nevelték a kedvemre. Kék a szeme, göndör haja fekete, helyfosztóka, kukorica fosztóka, hogy ott voltam, nincs nyugalmam azóta. A szívem is mindig sírni akarna, szerelmem tő fosztott meg egy kis barna. 12, 13, 14, mondd meg nékem, barna kislány, hová mégy? Elmegyek a régi szeretőm után, megkérdezem, szerete még igazán. Hely tulipán, tulipán, teljeszek fűszarkalám, tele kertem zsájával, szerelemnek lángjával. Nyisd ki rózsám kapudat, hadd kerüljem váradat, rózsafának illatja az én szívem biztatja. Műsorunkban dr. Lanczendorfer Zsuzsanna egyetemi docens Rábaküz kincseiről tartott előadásából láthatnak részletet. Hát Megyerikum a megye szellemi, kulturális, építészeti és mindenféle kincseit megnéztem, és megdöbbentem, hogy mennyi érték van itt, úgyhogy ebből gyorsan, mint egy kalárist fölfűzzük, hogy a Rábaküz, ez a szép vidék, milyen kincsek vannak. Hát a hövei csipkéről is majd beszélek, Rábaközi hímzés motivumok, hát itt elhangzott Ernő bácsi, de Timofi Laci bácsi nevét is mondhatnám, tanították a gyerekeket, felnőtteket a rábaközi hímzésekre. Aztán hát a bohócjárást mindenképp meg kell említeni, és majd beszélek is róla. Van olyan táncegyüttes, ami a Rába nevét veszi fel, ugye? Vagy a bogyoszlói fafaragókat is említhetném, Billy Bunchról nem is beszélve, hiszen egy fesztivál és névadója egy Katica bogárnak, hogy így mondjam, vagy a fazekasság, csornai fazekasság, csak azt akarom, hogy elálljunk, hogy mennyi minden van itt már a Megyerikuma között, Rábaközből. Csornai viselet fölkerült, a premontrei apátság természetesen, vagy a Pántlika néptánc együttes, nem kell bemutatni. Hát a rábaközi perecet már láttam, van is itt, úgyhogy csak remélem tudjuk is, hogy hogy kell elkészíteni. Szany épített öröksége, vagy ugye Szanyban van egy Tégla és Cserék Múzeum. Aztán a Szilibucsúról nem is beszélve, a szép karéjjal együtt, Hanyistók legendáját mindenki tudja itt, ugye a régi Maugli, így is mondhatnám, de a gyógyításnak is van itt hagyománya, hiszen Kapuvárra jár nekem is egy csomó ismerősöm, és hát a meg kell említeni művészeinket, Pácai Pál munkássága is kötődik ehhez a vidékhez, de hát még Gombóc is van a Megyerikumok között, biztos szeretjük is, de annak is egy nagyon szép üzenete van, mármint hogy róla egy szólás is megjelent. Aztán Röntgen Múzeum, hát azért egyedi, hogy az országban itt van egy Röntgen Múzeum, a Böllérmájról nem is beszélve itt ebéd előtt, ugye, a kapuvári Böllérmáj most került be, és én azért oda tettem Barsi Ernő bácsi munkásságát és Timofi Laci bácsi munkásságát. Lám, a Megyerikumok között ennyi helyi érték van. Ugye én, mint gyerek folklór kutató, vagy ballada kutató, a népköltészetet is szeretném megemlíteni nektek, és tudjátok, sehonnan nem megyek el, amíg közösen nem éneklünk, nekem ezt tanultam Ernő bácsitól, és ez most is így lesz, meg egyedül olyan rosszám énekelni, nagyon félek egyedül énekelni, tudjátok, de ennek a kislánykának egy CD-met azért adok, mert nagyon szépen énekelt, és rajta vannak rábaközi csokrok, amit Ernő bácsitól örököltem, úgyhogy szólj nekem a végén, és remélem, hogy majd ilyen szépen énekelsz máskor is. Hát nem kell a népdalokat sorolni, elhoztam Daloló Rábaköz című könyvét Ernő bácsinak. Mindenki ismeri a Szélről legeljetek, de az is nagyon fontos, hogy a hátterét is ismerjük, hogy mit jelképezett ez, amikor hajtották ugye a szürke marhákat Bécs és Nürnberg piacaira. Kapuvárunk, itt uton kell bemenni. Énekelve szoktam fegyelmezni a hallgatókat órán is, ha nem figyelnek oda, de ti jók vagytok, csak úgy mondom, úgyhogy szoktam így is énekelni, vagy fegyelmezni.
mindenki tudja, hogy két úton, és meg is szoktam a hallgatóimat kérdezni, hogy hát melyik az a két út, ugye? A Csornai koronára beletettem ezt a névet, de már nincs meg a Csornai. El akartam menni ebédelni, és mondta, hát a Csornai korona, tudjátok mi az, ugye? Egy vendéglő. A Csornai koronára süt a nap, megjöttek a vizitáló nagy úrak. Tessék megtanulni, mert egy vendéglőnek a neve. Egy nagyon fontos kultúrátadó hely van ebben a népdalban. A Ernő bácsi gyűjtése tele van tréfás népdalokkal. Látod-e, angyalom, a mester gerendát, majd ha az virágzik, akkor jövök hozzád. Tudod-e, te kislány, ki lesz a te mátkád, aki a kádorba csóválla a farkát. És bizony ezek a népdalok azért értékesek, mert régi tájszavak vannak. Ma se tudjuk, mi a gádor, ugye? És itt a feladat a pedagógusoknak, a helyieknek, és nagyon jó helyre születtetek, hogy ezeket megtanítsák, hogy mi az a gádor, ugye? Mert ezek nagyon fontosak. Aztán, ne haragudjatok, Gyirmóti a nagyszülőm, és ott is ott van a ráva, egy Gyirmóti népdalba. A Gyirmóti magas torony nem látszik, körös körül rába vize hullámzik, rába vize erezd el az utamat, hadd üleljem a kedves galambomat. Mire tanít a népdal? Gyirmóton a rába folyik, hát nem is a rába, a marcal. Bizony a népdal megőrizte, hogy az a rába medre volt a szabályozás előtt. Tehát nagyon sok helyi értéket, helytörténeti dolgot is megőriz a népdal. És odaírtam, hogy Timafi Laci bácsi és Rába közés hansákkönyvét kellene és kell is olvasgatni, hogy megismerjük a régi világ értékeit. És hát Barsi Ernő bácsinak nagyon sok népdalát, népköltészeti emlékét. Hát ehhez a vidékhez rengeteg szólás, közmondás, falucsufoló, Rátóti Ádal kötődik, de ezt ne úgy vegyétek, hogy ezt bántjuk egymást, ugye, mert azt mondja, megadták a módját, mint báliak a herélésnek, ha tovább herélték a csikót, akkor már megdöglött akkor is. Ezzel nem bántjuk egymást, hanem a saját helyi, hova tartozok? Én Szili vagyok, Szili kutya, Szanyi ló, nem mondom tovább, majd csufoljátok egymást utána, hanem a hova kötődés. És azt hiszem, hogy a kocsmában régen, amikor elmondták, na bejött egy másik falubeli, akkor jobb volt ezzel, hogy incselkedtek, mint hogy előbb rántottak volna valami kést. Tehát nagyon fontos, hogy hova tartozik, például a falucsufoló is. Hát nekem nem olyan szép a falucsufolom, én csanaki vagyok, görény. Hát ugye az még jobbak a helyek, a gyirmótiak, gólyások, de ha az ittenieket nézzük, akkor kenyeretlen bitnyét. Rögtön elárulja a szólás, hogy bizony nem volt jó a föld. Ugye régen azt mondták, hogy kalapáccsal szedik a krumplit bitnyéden, mert amelyik koppant, az kő volt, amelyik nem koppant, az meg a krumpli volt. Elárul egy csomó dolgot, tehát a faluról is. Aztán Kányaváros farát. Nagyon sok kánya telent ott, és ezeket a gyűjtéseket Ósdi Állatosdi gyerekkönyvünkből Balázs Liviával gyűjtöttem, hogy főleg Rába közben, még arra is jó, hogy egy kicsit, ha órán vagytok, fölálljatok, és akkor mozogjatok, mert egy öreg kánya és egy fiatal kánya beszélget, és egyik megkérdezi a másiktól, hol te lehetél, kérdezi a fiatal az öregről. Pápán, pápán. És te hol te lehetél, kérdezi az öreg a fiataltól. Farádon, farádon. Ugye, egy kicsit meg lehet mozgatni még a lábakat is, ilyen kis játékokkal. Vagy mondókák, tel is tele vannak a Rába köz mondókák a gyerekjátékokkal. Bili, 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 báncs, merre visznek, férnek, Győrnek, Győri temetőnek. Arra ment az út, azért a Győri temetőt említi. De milyen szép, hogy egyik helyen Bili bácsnak hívják, a mi vidékünkön Sokoró alján Buda bácsnak, vagy Göncöl bogárnak, a Katica bogarat. A magyar nyelvnek a csodálatos szépsége, de erről úgyis majd professzor úrtól hallottok volna, hogy milyen szépek a nyelvjárások, és milyen jó, hogy más kép illetik itt, ott, amott egy-egy állatot. Nyelvtörő. Megint csak bent van a Rába.
neve vagy a Rábcán, meguntam gyönyörű Győr várában való lakozásomat, mert a Duna, Rába, Rábca, Rákja, Rávja, lábomat. Duna, Rába, Rábca, Rákja, Rávja, lábomat. Ezt lehet gyakorolni, és aki leggyorsabban mondja, az nyert. Bizony. Nagyon sok ballada is született ezen a vidéken. Például a Horváth Győző néprajzkutató Kardos Imre szomorú halála beleesett a Rábába. Vagy mondhatnám nektek a saját gyűjtésemet Deli Mári Rába katonától. Föl is írtam, hogy hol lehetett gyűjteni Soborba, Rába Szent Andráson, Rába Szent Mihályon. Énekelték Deli Mári balladáját, ami egy lánynak a szomorú sorsa, mert egy Mónár legény megölte. És milyen érdekes, hogy ezután én megyek Felpécre, Megyerikum, ugyanis az is Megyerikum lett, az a ballada, illetve az utóélete, és ott például vetélkednek a gyerekek a különböző variánsokból, hogy melyiket hol éneklik. Hiedelemvilág. Hát Rába köz, el kell olvasni, ugye Tártosok, Tündérek, Boszorkányok című könyvét Laci bácsinak, és látjuk, hogy itt annyi boszorkányos történet van, hol megpatkolják a boszorkányt, ugye, hol boszorkány átváltozik más alakba, ezek mind-mind a helyi értékek és a színesítik a szellemi kultúránkat. De Tájtos is nagyon sok volt ezen a vidéken, azért olyat is fölírtam, ami kevésbé ismert, például a kapuvári Sili János, vagy a Vitnyédi Tana János szintén egy nagyon híres, tudós ember volt, mert itt tudósoknak hívták azokat, akik valami gyógyítani tudott, vagy az állatokat tudta nagyon szépen kezelni. És például hát a Rába katonai Nagy Feri bácsit nagyon sok helyen ismert. Édesapám még személyesen is ismerte, és mesélt róla, ez is egy nagy élmény nekem. De ismert a Lidérc, a Ludvérc alap. De ha nézzük tovább a kincseket, akkor nem is kell mondani azt hiszem itt, hogy a Hanyistok története mennyire kötődik ehhez a vidékhez, és azt is tudjuk, hogy ez egy valós történet. Tehát ezeknek a kulturális kincseknek mindig van valami valóság alapja. Ugye tényleg volt itt egy ilyen modern korba azt mondhatnánk, hogy ilyen kis elveszett, árva természet gyermeke, előbb viccesen mondtam, Mauglinak is lehet nevezni, akit bizony tényleg kifogtak a királytóból, és ennek a történetét meg lehet nézni. De mivel sok mindenről szeretnék beszélni, azért csak azt hadd említsem meg, hogy a Hanyistók történetét azóta is él, nem csak a mondákban, nem csak a történetekben, hanem írtak róla Vasárnapi Újságért, 1855-ben fölírtam, vagy Jókai Mór névtelen várát biztos, hogy mindenki ismeri, vagy Tőke Péternek több könyve is született Hanyistókról, de Faragó Sándor a múzeum igazgató is írt, mi lehet az igazság Hanyistók körül könyvet. És azt is hadd mondjam, hogy Rátvég Kinga Tarka históriákban is olvasható, tehát ez azt mutatja, hogy még mindig érdekli ez a téma az embereket. Vagy nemrég Szarka Tamás a Gimes Együttes zenében is feldolgozta, Éden Földön címmel, nem tudom, hogy látták-e, nekem személyesen is dedikálta a CD-t, valami fantasztikus, amikor végül is a természet fia érthetően beszél az állatokkal, viszont a városi ember pedig halandzsa, érthetetlen szöveget mond, megfordította a lényeget. Ugye régen a Hanyistók nem tudott beszélni, most meg azt mondja, hogy a mai ember. Tehát nagyon sok ennek a üzenete. De Táncba Bozsik Ivet is feldolgozta, és csak azért mondom, hogy több oldalról is meg lehet közelíteni a témát. Hát kérem, a Bohóc járás, erre is nagyon büszke lehet ez a falu, hogy Megyerikum lett, és ez azért jó, mert mindig a másik faluból értékelik a, szoktam mondani, a családban is nem a férj értékeli a feleséget, hanem a szomszéd ember mondja, te milyen rendes a te feleséged. Ugyanez van a kultúrában is, mindig a más falu veszi észre, ó, de szép ez a Bohóc járás.
Úgyhogy nem véletlen, hogy már többiek is szeretnék feleleveníteni, más falukban is. Gyűjtöttem én Ágfalván, és más vidéken is, Farsangi vagy Dőrejárás csaló közben, de tényleg nagyon egyedi, nagyon szép a Mihály Boholc járás. És most úgyse mondom el, hiszen itt vagytok, és látom örömmel, hogy lesznek itt, van lesz itt harmonikás, hamuzsákos, lesz itt, látom a magyar ruhás is, valami meglepi lesz bizonyára. És azt akarom ezzel mondani, hogy ezek a szokások a tieitek, tehát ezért kell ezeket megörökíteni, mert a faluban alakult ki, vagy vették át máskor, de ott alakították át, és ezek a őseitek, a nagyszülőknek a kincsei.